Nem számítottam a hét közepén egy SpongeBob szimulátoros update-re, mégis itt vagyunk. Eljöttek a Tini Ninja teknőcök, ide úgy tűnik, hogy Szecska mesterrel együtt. Egyrészt eljött a 4 darab teknős is limitált idejű buddy-k, és van feladat is. 2 küldetés, és megkapjuk a kocsijukat, ami ide már ki van állítva. Úgyhogy teljesítsük, nyomjuk végig, akkor remélem attól még hétvégén lesz frissítés, de ha mégse, akkor fogadjátok el sok szeretettel ezt a videót, iratkozzatok fel, és nyomjuk a frissítést. Tehát itt van Ralph, Mickey és Donnie. Untradeable az van aláírva, tehát ezeket nem lehet cserélni. Na de aki a legerősebb és legjobb, és nagyon sokáig fogjuk használni, az Leo, ugyanis ő egy olyan fajta buddy, ami a legerősebb buddy-ink erejét fogja hordozni, ráadásul úgy, hogy 105%-osan, tehát még 5%-kal erősebb lesz, mint az én legerősebbem. Tehát nekem a legerősebb Surfer Patrick szivárványozottan 32,73%, de nekünk Leo az 34,37%. És mindig így lesz, mindig ő lesz a legerősebb, szóval ezt mindenki éppen gyertek és szedjétek össze, vegyétek föl, hogy nálatok legyen. Ezt sajnos nem lehet majd trédelni, tehát én most hiába mondjuk készítenék egy új akkontot, bejelentkezek és akkor úgy majd később trédelem, mert még mindig nincsen itt, szürkén van, de az event itt van mellette, úgyhogy teljesítsük ezt az eventet. Új karakter az nem érkezett a játékba, ahogy megnézzük, mindenki fel van oldva, ez Robuxért vásárolható meg, reménykedem abba, hogy később majd elérhető lesz valami feloldással is. És amit nekünk tennünk kell, ami a feladat, az 50 darab gyűjtés, vannak elvileg ilyen pizzák, illetve rendszámtáblák és ilyen kémcsövek, valami ilyesmiket kell keresgélni, úgyhogy ahogy megszokhattátok, vagy az 1-es és a 6-os helyszíneknél van, ezt én bemutatom akkor nektek, 1., 2., 3., 4., 5., 6., tehát a kezdő helyszín, ahol SpongeBobék háza van, és a Medúza mezők, ahol még az úgy a játék elején van. Tehát ott kell nekünk találni 50 dolgot, úgyhogy kezdjük is, és csekkoljuk le, hogy hol van ez az 50 dolog. Megpróbálom megmutatni teljes mértékben, aztán, hogyha kimarad, akkor újra kell nekem menni és gyűjtögetni. Hallhatjátok ezt a jó kis hangot, illetve a jobb alsó sarokba, ott teljesen lent ott felugrik, hogy 4x50, az is felugrik, illetve tehát hogy itt is felugrik, meg itt is felugrik a jelzés, hogy állunk ezzel a gyűjtögetéssel. Reméljük, hogy meg lesz akkor itt az úton, út közben is van. Itt van egy, ez a rendszámtábla nagyon kicsi, de itt van Patrick háza körül, Tunyacsáp háza mögött, SpongeBob háza mögött, itt kettő ezen az oldalt. Egy gyűjtögetésben már vettünk részt, de azért nekünk most is ugyanúgy, vagy inkább jobban oda kell figyelni, hogy meglegyen minden. És akkor össze tudom gyűjteni, meg tudom nektek mutatni, és feloldjuk akkor az új járgányt. Szerintem ide fentre nagyon, tehát ennyire kívülre nem tesznek dolgokat szerintem. Itt beleugrottam véletlenül az aranyozó gépezetbe, aztán itt van egy, és körülöttük ilyen mozgó, ilyen zöld csillogások vannak, úgyhogy ha mondjuk megállunk, és elkezdünk figyelni, akkor ott észrevehetjük. Tehát éppen én is észrevettem, hogy egyet ott kihagytam, ott csillog egy kicsit. És akkor ezt egy üres szerveren mondjuk jobban lehet, hogy észre lehet venni, hogy nem törögeti a dolgokat úgy senki. És akkor ha megállunk, akkor szét tudunk nézni, és össze tudjuk szedni a szükséges termékeket. 21-nél tartok, ami nem a fele, és már eljutottam, el is jöttem ide a Medúza mezőkig. Hát hogyha a felezve volt a SpongeBobék házánál, az fő utcán, illetve itt, akkor lehet, hogy vissza kell ez még térnem. Úgy tűnik a Medúza mezőkön már kihasználják itt a magaslati pontokat is, tehát fel kell platformerkedni és ugrálni ahhoz, hogy meglegyen nekünk minden. Szóval itt úgy tűnik, hogy ez is figyelembe kell, hogy vegyük, mert eddig
eddig inkább csak az utcán, és ott úgy kicsit kitérve nézelődtünk, de ezek szerint szükséges lesz az is, hogy jobban csekkolózzuk szét teljesen, igen, ezeket a ugrálós kihívásokat is kihasználjuk. Jó, ide föl, és úgy tűnik, hogy legfelül is itt van, ahol a boost, az a kis power-up ott szerepelt, úgyhogy tényleg a medúza mezőknél jobban, teljes mértékben igaz, hogy jobban szét kell nézni, teljesen elugrálni, felugrálni és elmenni, és a fő miatt, a fő zöld színe miatt nehezebben veszük észre, de itt is vannak ilyen gyűjteni valók. Ráadásul vannak olyan termékek, amik kicsik, vannak, amik zöldek, úgyhogy nem egyszerű az észrevétel, de annyi biztos, hogy eljutottunk a hatodik helyszín végéig, tehát idáig kell nekünk jönni. Ide a belvárosba már nem kell, vagy át lehet menni, de felesleges, tehát az ottani teljesítés már nem lesz. Még 9 darab cucc kell, itt talán még lesz vagy 3, de szerintem 9 az nem lesz, úgyhogy visszább kell mennem, és jobban szét kell, mondom, ígyni. 6 darab hiányzik, jobban szét kell nézni, és akkor utána úgy tudjuk befejezni. Talán még ide a felugrás, igen, itt a spongyabobos, jajaja, ezen az oldalt úgy tűnik, milyen voltam. Akkor itt egy spongyabobos szobor talpánál egy, aztán ha felugrok rá esetleg, ott a tetején lesz-e, az még egy kérdés, ami megválaszolatlan, de megválaszolom, hogy nincsen semmi, csak a talpánál volt egy, ugyebár ott látok egyet, az nem tudom, hogy maradt ki, itt az út mellett szintén egy, kettő így kimaradt, és még kettő kell, ami itt van a kerítésnél, ahogy jövök visszafelé, kerítésnél maradt ki egy, és az utolsó, na ez az, amit talán kihagytam ugye az első helyszínen, na mindjárt megnézzük a kamerát, így jó hátra, fölfelé nézzünk szét, hát ha így jobban látszik, hogyha így teljesen madártávlatból, mint egy sas figyelünk, és le fogunk csapni arra kimaradt gyűjteni valóra. Úgy tűnik itt legelőd, itt spongyabom mögött. Itt van, ezt kellett összeszedni, jó. Így akkor az első tennivaló az kész, a második pedig pusztítsuk el a graffitis törmelékeket. Na nézzük még a graffitis, mit kell. Ezeket talán, ha nézem, ezek szépek, ja igen. Ja ide meg úgy írja 300 graffiti drillt vagy safe-et, tehát akkor vagy graffitis safe-et kell nekünk összetörni, itt is lehet. Vagy a drill az a fúró, mondjuk azok itt, ezek lennének a graffitisek, ha nézek csak rájuk, igen, ezek is graffitisek, úgy látszik, ezek mondjuk már nem, tehát figyelni kell, hogy melyik. Van itt egy graffitizős, ugye az új skin feloldásához, de ezek nem graffitisek, jó, és akkor ez nem is számolódik oda. Csak ott az első helyszínen vannak, eddig úgy tűnik, hogy csak az első helyszínen van olyan törnivaló, amit ugye az eventhez össze kell nekünk törni, ott ami graffitis helyszín. Tehát itt így a medúza mezőknél már nincs is semmi úgy graffitizve, nincsen úgy jelezve, hogy itt lennének. Itt viszont a Turtle Power rajta van, ilyen szívecskék rajta vannak, tehát itt van egy hely, a SpongeBob háza mellett, ahol így újra termelődnek ezek a széfek, és összetörni valók. Itt SpongeBob házával szembe, ezek az ilyen fúróplanktonos tornyok. Aztán ugye itt az egyes tábla mellett, itt ahol, hát ha még emlékszel, akkor a GG Patrick nevű eventnek a pódiuma volt itt. Itt van a legtöbb szerintem, és a leggyorsabban itt termelődnek, úgyhogy szerintem itt érdemes maradni. Ez nem ad más csak pénzt, tehát a rubi farmolásra ezt nem nagyon érdemes akkor úgy használni. Itt akkor nekünk egy új járgány megszerzése lesz, hogyha itt kivárjuk a 300 összetörést. Na jó, meg is vagyunk, akkor teljesítettük ezt a második feladatot is. Ez a két feladat volt, pickpock case, hát főleg azoknak a játékosoknak, akiknek ugye megvan mindene. Na akkor csekkoljuk le és kérjük el akkor a jutalmat. Azt mondja, hogy elkérjük ezt a kocsit, ez a pizzás, hadd nézem, egy pizzás kocsi, na hadd nézem a mountok között, de mi, hogy néz ki, figyeld! És
spongyom a most cuccok. Mindegyik, aztán itt van a Tini Ninja-s pizzakocsina. Hadd nézzem Patrikot. Ej, Patrik, hát ki van belőle a... Hogy ülsz benne? Hát... Jó, érdekes. Na most már ezt nem tudom, hogy vissza fogják-e hozni, vagy mit fognak csinálni, de nagyon vagány. Egész gyorsnak is tűnik, nem tudom, hogy a leggyorsabb, de szerintem hozza azt a gyorsaságot, amit úgy eddig megszokhattuk. Hát nagyon érdekes, na majd akkor ezzel is csináltunk képeket, meg mindenfélét. Viszont amire még kíváncsi vagyok az, hogy csekkoljuk le, hogy mi lesz ezután a következő helyszín. Azt tudjuk ugye, hogy érkezik itt a Chumbucket és a Krusty Krab, de hogy azon belül mikor, tehát a visszaszámlálás még mindig nincs ott, és akkor a trükköt már úgy megtanultam, mert itt lehet így próbálkozni, és akkor be lehet így jönni, és akkor le lehet csekkolni ezt a helyszínt, tehát akkor itt lesz, és fel lehet majd mászni akkor ide Planktonnak a házának a tetejére, tuti ott lesz akkor valami upgrade, valami bónusz, valami kis rejtett dolog, hogyha már ilyen platformerkedés, hogy fel kell jutni oda a tetejére. Tehát akkor lesz az a kezdeti helyszín, itt lépünk be a következő helyszínre, a 19-es lesz akkor itt a Planktonnak a veszélyes vödörétterem, a 20-as helyszín lesz akkor a Krusty Krabs, be lehet menni a rozsdásrákkal? Hát nem tudom, lehet, hogy később ezen változtatnak, de jelenleg nem tudunk akkor úgy bemenni. És ami már itt van, sőt ki is van írva, hogy Planktonnak a szuper gépe itt van, na erre kíváncsi vagyok, hát Planktont, mint játszható karaktert is nagyon szívesen várnánk, de akkor elvileg ugye vannak az alapkarakterek, aztán vannak az aranyozott karakterek, aztán vannak a szivárványozott karakterek, és akkor azon felül meg lesznek a szuper karakterek, vagy ezek a buddy-k, amiket lehet használni, úgy tűnik, és akkor az utolsó 21-es helyszín lesz itt. Na, hogy ez egy lezárt terület lesz-e, az még itt egy kérdés, hogy ez itt a személytelepezve lesz az zárva, mert mindig szokott lenni valami secret, ami le van zárva, és utána pedig hát már kezdődik a dzsungel, az, vagy mi kezdődik itt, hogy folytatódik, vagy megyünk az erdőbe. Hova megyünk majd innen kifelé? Ajj, nézd csak, hogy haladod, vagy az őskorszak, vagy hova megyünk vissza, vagy milyen? Hey, ott meg egy épület, hova kerültem, figyeld, na nézzük meg ezt az épületet. A semmi közepén, na várj, hát itt le fog esni, várjál, nem lehet be glitchelőzni valahogy ide is a... Lehet a járművel. Próbálhatok. Ajj, ups, és alatta így föl. Nem tudok, kamerával se tudok betrükközni a másik oldalról. Hát nem tudom, egy kórház, vagy mi akar ez, milyen ajtó van ott. Talán a veszélyes vödörnek volt ilyen ajtaja, de hát az mit keresne itt? Tehát annak ott, mint egy kicsit... ott van... Állj! Ott látszik egy kicsit, hogy mi van bent! Egy kicsit át tudok glitchelőzni a falon, de... nem annyira, hogy... Jó, lezuhantam a semmibe! Na jó! Gyertek, lépjetek be, és akkor szerezzétek meg mindenképp ezeket a dolgokat, mert ha nincs járgányod, akkor lesz egy vadonatúj eredeti, és ha nincs buddy-d, akkor pedig kapsz, de a Leo, az mindenképpen Leonardo, az szerintem kb. Örökké a legjobbad lesz, mert ő nem csak azt hozza, ami a legjobbad eredetileg, hanem még 5%-kal erősebb lesz, mindenképp meg kell szerezni. Hétvégén most nem tudok élőzni, de attól függetlenül még megpróbálom teljesíteni, de a videókkal azért még jövök majd, úgyhogy ott találkozunk, sziasztok!